keresse meg a méhét, belső kezével simogassa körbe, majd kéreckedjék be. Egy relaxációs szöveg, amely segítségével fel lehet venni a magzattal a kapcsolatot, meg lehet vele beszélni a mindennapok történéseit, és fel lehet készíteni a világra, amelybe majd érkezik. Ha erre most azt mondják lehetetlen, akkor az is elképzelhető, hogy pár perc múlva már megváltoztatják a véleményüket. Ugyanis egy magyar pszichoanalitikus módszer a kapcsolatanalízis követői szerint mindez megtörténhet. Nálunk a legfontosabb az, hogy meghallgassuk a magzatnak az üzeneteit. Na mi a baj? Mindjárt jobban belemegyünk a hogyan részleteibe, de előbb ismerjenek meg egy anyukát, akinek második lánya Sophie, úgymond kapcsolatanalízises baba. Az első lányom születése után igazából rettegtem a következő szüléssel, meg ez az egész ilyen anyasággá válással voltak problémáim, tehát hogy ez az új szerepkör a régihez képest, és arra gondoltam, hogy ebben biztos találok segítséget, főleg úgy, hogy egy ugye a babával való kapcsolatteremtés az segíteni fog. Általában hetente egyszer járt kapcsolatanalízisre. Az óra első felében saját magáról mesélt, majd ezután következett a babával való beszélgetés. Nekem ezek inkább ilyen érzések voltak, tehát biztos, hogy nem tudtam volna szavakba önteni azt, hogy most a magzat, vagy a baba így most mondott egy igent, vagy egy nemet, de azt már igen, hogy jól érzi magát, vagy sem. Forduljon befelé. Teste belseje felé. Így ezzel a relaxációs szöveggel kezdődik a kapcsolatfelvétel. Miután kisbabát várok, és a 8. hónapban vagyok, így a kapcsolatanalízis alanya a forgatáson én voltam. A bevezető mondatok után nekem pár perc múlva már sikerült is a kapcsolatfelvétel, és a kommunikáció is létrejött. Fontos elmondanom, hogy én sem szavakkal, hanem inkább érzések révén beszéltem a kislányommal. Jól el van a kis világában, De valamiért azt is érzem, hogy tudja, hogy ez mondjuk már csak pár hétig tart. De persze, ezek az érzések csak részletei mindannak, amik történnek egy ilyen heti egyórás programon. A kismamának kell a belső érzéseit közölni, amik lehetnek szavak, képek, hangok, van, aki még ízeket is érez, vagy illatokat is érez. Lehetnek ezek kerek történetek, de lehetnek egy-egy mondatok, vagy érzéstöredékek is lehetnek. A módszert, amely a pszichoterápiából indult el, még a 90-es években Raffai Jenő és Hidas György fejlesztették ki. A két szakember súlyos pszichés betegek kezelése közben figyelte meg, hogy egyes klienseik nem megfogható gondolatokat mondtak el, hanem testérzetekről kezdtek el beszélni. Szorításról, bezártságról, nyomásérzésekről és arról, hogy a pszichoterapeuta testében érzik magukat. Ezek pedig mind arra utaltak, hogy az anyamékben zajlottak ezek a történések. Raffai és Hidas rájöttek, hogy ezek a magzati korban történt traumák okoztak betegeiknél problémákat. Miután ezekkel a testérzetekkel kezdtek el dolgozni, a kliensek állapota javulni kezdett. A következő lépés az volt, hogy ha most már tudjuk, hogy van egy olyan módszer, amivel a magzati korba egy picit be lehet nyúlni, akkor lehet, hogy nem kéne megvárni, hogy a betegségek kialakuljanak, hogy ezek a traumák nagyon mély benyomatot okozzanak a testbe, hanem ezt prevencióként is lehetne használni. Prevencióként, azaz a cél, hogy a kismama mindennapi problémáit, a stresszt, a szorongásokat vagy a traumákat a baba ne érezze sajátjának, ne vegye át azokat. A születés után ezek a gyerekek nagyon tiszta szemmel néznek, körülnéznek, megnézik azokat az embereket, akik a születésüknél jelen vannak, és a visszajelzés azoktól az emberektől, akik nem tudják, hogy milyen programban vett részt az anyuka, általában azt mondják, hogy olyan, mintha egy-két hetes gyerekről lenne szó, annyira aktívan jelen van a világban. Olyan, mintha vele nem úgy történnének a dolgok, hanem ő pontosan tudja, hogy mit akar, és ebbe aktívan részt is tud venni.
Szilvinek is van tapasztalata kapcsolatanalízis nélkül és kapcsolatanalízis után született gyerekben, hiszen első kislányánál nem alkalmazta a programot, csak Sofival. Jóval gyorsabban csinált dolgokat, mind a mozgására, mind az egyéb kommunikációs fejlődése tekintetében is. Bár volt idő, amikor úgy gondolták, hogy az anyaméhben mindentől védve van a magzat, és mindentől függetlenül fejlődik, majd teljesen tiszta lappal jön a világra. Ma már azonban nem csak a kapcsolatanalitikusok vagy a pszichológusok, hanem a szülésznőgyógyászok, genetikusok közül is a legtöbben úgy vélik, a test és a psziché nem választható külön. Azok a sejtosztódások meghatározzák egyrészt genetikailag a magzatnak a sorsát, a szerveknek a kialakulását, és hát abban a pillanatban kezdve, ahogy a megtermékenyített petesejt beágyazódik a méhfalon, elkezd külső hatásoktól függeni, amik az édesanyán keresztül elérik őt. Tehát természetesen a magzat életnek a 40 hete, az végig, az elejétől végig nagyon komoly befolyással fog bírni a magzaton. De a genetikai tényezőkre az életmód is hatással van. Valószínűleg az előző generációknak a különböző életmódbeli dolgai is beleszólnak. Egy adott génállomány mellett, amit a szülők, nagyszülők hordoznak, ma már vannak úgynevezett epigenetikai tényezők, ami azt jelenti, hogy adott génállomány mellett az életmód által meghatározottan a génjeink máshogy működnek, és ezek a gén működési típusok, különbségek, ezek átörökíthetnek az utód, vagy akár az unoka számára is. Tehát összetett a prénatális, azaz a magzatkori fejlődés menete, de az biztos, ha egy kismama próbál harmóniát teremteni, odafigyel az életmódjára, akkor sokat tesz az egészséges várandóságért és gyermekek kiegyensúlyozottságáért, na meg azért is, hogy majd egészséges felnőtt legyen belőle. Baba!